A húsvétot ünnepelték az elmúlt hétvégén a Celldömölki hívek. Ünnepélyesen is átadták a szállodát és a kempinget. Évet értékeltek az önkormányzati tűzoltók. Újra várja vendégeit a megújult vulkánfürdő. Nagy teljesítményű géppel takarít a városgondnokság. Celldömölkről sugárzott műsort a Muravidéki Magyar Rádió. 70 év, 70 kép, Banyó Gyula emlékkiállítása a KMK-ban. Újra bajnokot avattak az alsósági sportcsarnokban. Hazai győzelem a ligeti sportpályán. Jó napot kívánok! Ausztria és Németország után Magyarországon elsőként Celldömölkön épült meg az osztrák Jufa szállodalánc újabb családtagja. A négy csillagos szálloda és kemping ünnepélyes átadására április 23-án került sor. A szálloda és a kemping építésével, valamint a fürdőfejlesztéssel együtt közel 2,8 milliárd forint összköltségű projekt valósult meg a vulkánfürdő területén. Az előbbi két elem átadása a héten történt meg, a fürdő fejlesztése várhatóan a nyáron ér a végéhez. A projekt előzményeit Fehér László polgármester ismertette az záró rendezvényen. 2002-ben, amikor Celldömölk város önkormányzata nyert 560 millió forint támogatást a Széchenyi tervbe, és ugyanannyi önrészt kellett hozzátenni, tehát a városnak volt egy 1,1 milliárd forintos elképzelése a fürdő építésére. Hát ezt követte egy helyszínmódosítás, majd rengeteg pályázatbeadás, illetve bankhitel. Hát ennek a vége 2005-ben ezen a helyszínen, amikor átadtuk, egy 2,2 milliárd forintos beruházás volt. Folyamatosan nyertünk regionális fejlesztési pályázatokat, és hát a minden pályázatnál az fogalmazódott meg, hogy fürdőt egy önkormányzat épít, mert önmagában egy fürdő az nem nyereséges, de köréje befektetőket kell találni, szállodával, kempinggel vagy étteremmel. Hát 2005-től az önkormányzatnak 2009-ig, szinte 4 évig ez az útkeresés eltartott. 2005-ben már a Vendlúrral, aki a Jufa szállodaláncnak az igazgatója, találkoztam, amikor megnyílott a fürdő, ezt 2005 évvégén megnézték, majd 2006-ban elég komoly tárgyalások voltak, amik megszakadtak, és ez 2008-ban újra folytatódott. Az eredeti elképzelés szerint a fürdő területén egy turista hotel épült volna, csak később vetődött fel a négy csillagos szálloda és kemping ötlete. Ennek a pályázatát 2009-ben adták be, ami kiegészült a fürdő további fejlesztésével. Várhatóan ez év nyarán lesz a fürdő fejlesztésének a befejezése, és ez a három projekt így elkészül, akkor elmondhatjuk, hogy a fürdő az közel egy 10 év alatt szinte egy 3 milliárdos fejlesztés valósul meg Celldömölkön, illetve hát a szálloda, illetve a kempingépítés pedig közel egy 2 milliárdos. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az érték, ez a magyar, ami megépül, ez itt marad Celldömölkön. Egyik oldalról ebben munkahelyteremtés is lett, közel egy 20-30 fővel az első körben, ennek majd lesz folytatása, hogy a kemping, illetve a szálloda bővített, vagy a fürdőnek a bővített része is beindul. És hát úgy gondolom még, hogy éves szinten az az 50-60 ezer vendégészak, ami városban levő szállodákkal együtt megjelenik, az biztos, hogy hoz a város életébe egy olyan fajta fejlődés, változást, hogy a városban is minél több vállalkozás beindul. A projekt záron jelen volt Gerhard Wendt, a Jufa Ungarn Kft. Ügyvezetője, valamint Kovács Ferenc, a Vas megyei közgyűlés elnöke, aki elismerően szólt a beruházásról. Véleménye szerint Kemenes aljának szüksége volt már egy olyan minőségű szállóhelyre, mint a Jufa szálloda, hiszen ez a térség turisztikai szempontból Vas megye egyik legértékesebb pontja. A négy csillagos szálloda és a kemping átadásának ünnepségén az Energy Dance Sporttánc Egyesület formációi szórakoztatták a meghívott vendégeket. Az átadást jelképező szallag átvágására a hotel és a kemping bejáratánál került sor. Először visszagondoltam, milyen nehézség volt, az a mennyi év volt szüksége, mennyi szor átterveztünk, átcseréltünk az ötlet, és most láttam, hála Isten, jót tettünk, csúsztunk egy kicsit pár évig, vagy egy pár hónap, csak mégis gondolom érdemes volt az kívánni, teljesen, hogy kell mondani, befejezni minden, és azt láttam, hála Isten, sikerült. Én gondolom, az a legfontosabb dolog az a fürdő. A fürdő, ha a fürdő jól működik, akkor a szállada is fog jól működni, a kemping is fog jól működni. A fürdő az eddig, amit csináltunk, az nagyon-nagyon fontos dolga volt, teljesen járólap cseréltünk, meg a csembe, meg minden. És most a szauna világ, meg a gyerek világ,
utána külsős dolga, az nagyon-nagyon fontos. Én gondolom, azt most már tudok elképzelni, hogy néz ki, ha kész van. A 40 szobás szállodában klimatizált szobák, étterem és kávézó, fitnessterem, ifjúsági és játszószoba várja a vendégeket. A hotelben 110 főt befogadó konferenciaterem és egy kisbolt is helyet kapott. Az épület közvetlen kapcsolatban áll a gyógy- és élményfürdővel, amelyet egy folyosón át érhetnek el a szálló vendégek, akik ingyenes fürdő és szauna belépőt is kapnak ott tartózkodásuk idejére. A szállodalánc sajátossága, hogy családbarát, illetve ifjúságbarát. Mit is jelent ez? A családbarát jellegénél fogva igazándiból nem csak a szín összeállítás, hanem az egész infrastruktúra ezt sugallja, hisz ugye négycsillagos szállodáról beszélünk, ugye standard kétágyas szobáink vannak, ezek családbarát jellegénél fogva átalakíthatóak négyágyassá, ezen kívül van, várjuk a piciket egy játszószobával, a nagyobbakat egy ifjúsági szobával, ahol csocsóasztal van, dárc van, biliárd van, ilyen Wii videójáték van, illetve hát a másik sajátosság, a Jufának is a sajátossága, de főképpen ennek a celldömölki szállodakomplexumnak a sajátossága, hogy sportra épít, a sportolókra épít, ezért is a nevünk Wellness és Sport Resort, hisz itt van egy 25 méteres úszómedence, van egy remek röplabda pálya, teniszpálya, van egy műfős, nagyméretű műfős focipálya, illetve egy kisméretű multifunkcionális sportpálya, ahol focizni lehet, kézizni lehet, kosarazni lehet. A kempingben 74 nagy lakókocsi beállott, 102 sátras parcellát és 4 modern, 5 személyes jurtát alakítottak ki vizes blokkokkal, mosogató, mosó és szárítógéppel. Mindegyik beálló helynél és parcellánál adott az áram, víz és szennyvíz csatlakozási lehetőség és a wifi. A vendégek kényelméről és szórakozásáról a Vulcan Grill étterem, a játszótér és a minigolf gondoskodik. Április 18-ával újra megnyitotta kapuit a Vulcan gyógy- és élményfürdő. A fejlesztések egy része már elkészült, a szauna és gyermekvilág építése még folyamatban van. Több hónapos szünet után április 18-ával újra megnyílt a Vulcan gyógy- és élményfürdő. A 2005-ben átadott létesítmény 9 év után szinte egy teljes arculat frissítésen ment keresztül, mely leginkább a színhasználatban tükröződik. A fürdő hosszú után újra megnyílott. Hát amit most a város lakossága, ha kijön a fürdőre, azt látja, hogy az egész fürdőbe a járólapot kicserélték, hiszen most már 9. éve lenne a fürdőnek, és hát ez a kő azért kopott, illetve egy új kővel azt a fajta szín dizájnt is próbálta felvenni, ami illeszkedett az egész fürdőnek a megjelenéséhez, az átfestéséhez, illetve a szállodához is. Tehát újra lett festve, így mondjuk 9 év után más színvilággal a fürdő. Azért kerültek át ajtók máshova, teljesen felett újítva a vizes blokk, tehát az zuhanyzók a fürdőrészeknél, az illemhelyek, mozgássérült WC-k lettek betéve, az egész jacuzzinak a környéke megújult, illetve hát a gyógyászatin részen is ugyanúgy teljesen megvolt a járólapcsere, illetve a festés. A munkálatok jelenleg is zajlanak a fürdő területén. Az átalakítás leglátványosabb része még hátra van, a szauna és gyerekvilág átadására várhatóan a nyár folyamán kerül sor. A jelenlegi fürdő átalakítási, fejlesztési munkálatok több forrásból tevődnek össze, több vonalon futnak. A legnagyobb felújítási csomagot a Jufa Ungarn Kft. Végzi, aki egy uniós pályázatot nyert, és ennek az uniós pályázatnak a kerete terhére végezte már el a nyári bejárat elkészítését, illetve most zajlanak az új szaunavilág, illetve a gyerekvilág medence tereknek, épületeknek az építése. Ezek a pályázatnak a látványosabb részei. A pályázaton ezen belül voltak olyan tevékenységek, amik már a mostani újranyitásra elkészültek. A nyári időszak előtt elkészül még a nyári bejárathoz vezető kerékpárút és járda meghosszabbítása. Az oldalsó bejáratnál már elkészültek az új öltözők és zuhanyzók az innen érkező vendégek kényelmére. A munkálatok egy részének a finanszírozására az önkormányzat, illetve a Jufa Ungarn Kft. Közös cége, a Vulcan Fürdő Üzemeltető Kft. Égisze alatt történtek. A két cég létrehozott egy közös alapot, egy 100 millió forint körüli összeget. Ebből olyan tevékenységeket finanszíroztak, amiket az uniós pályázat nem tudott finanszírozni,
illetve nem fért bele esetleg ebbe az uniós pályázatnak a költségvetésébe. Ezeknek a jelentős mennyiségét az újranyitásig elvégeztette az üzemeltető Kft. Olyan tételek vannak itt, amik például a járólapcserének a költségei, a kazánház felújításának a költségei, egy dekantáló készítése, ez egy üzemeltetés segítő, vagy üzemeltetés gazdaságosabbá tevő műszaki berendezésnek a létrehozása, illetve ebből finanszírozódott, vagy finanszírozódik a szolgáltatói részen a vizes blokk átépítése, a jacuzzi medencéhez majd egy előtér készítése, illetve az öltöző csoportnak az építőmesteri munkái. A nyári időszakban továbbra is folytatódnak a külső és belső munkálatok a vulkángyógy és élményfürdőn. Ez idő alatt bizonyos szolgáltatások korlátozására számíthatnak a fürdő vendégek. Évértékelő beszámolót tartott a celldömölki önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltóság. A beszámolók után elismerő oklevélben részesítették Pintér Rihárd századost, a sárvári hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnokát. Szokásos éves értékelését tartotta meg a város tűzoltósága április 25-én a Városházán. A jelentések között szerepeltek a 2013-as és a 2014-es gazdasági tájékoztatók, valamint a tavalyi év szakmai beszámolói. A 2013-as év a celldömölki önkormányzati tűzoltóság életében egy kiemelt jelentésügyű év volt, hisz olyan eseményekkel néztünk szemben, mint például a tavaly évelei január és március között bekövetkezett csapadékos havas szeles időjárás, ami nagyon sok munkát okozott a tűzoltóknak. Ez főként a hóban elakadt és önerőből tovább haladni képtelen személygépjárművek, de beszélhetek akár az élelmiszerszállító járművekről is, amik a lakosság ellátásába ebben az időszakban is kiemelt szerepet kaptak. A tűzoltóságunk 28 személyt mentett ki a közvetlen életveszélyből. További érdekes esemény volt még az évnek, hogy amikor nem hó esett, akkor tavasszal eső esett, és ilyenkor az eső sajnos megtrifált minket. A hirtelen lezuduló nagy mennyiségű csapadék bejutott az alagsorokba, pincékbe, veszélyeztette a családi házakat. Itt ilyenkor több szivattyú segítségével a kollégáink ezt a veszélyt igyekeztek elhárítani az esetek többségébe megfelelően. Aztán következett egy meleg nyár, vele együtt ugye a szabadtéri tüzek, és a szabadtéri tüzek közül is kiemelkedő jelentőségű volt az 5-ös kiemelt fokozatra minősített bóbai gumitároló tüze, ami gyakorlatilag július 21-én következett be, a celldömölki tűzoltóegységek 24-én értek be, tehát 3 napon keresztül váltott műszakkal folyamatosan a helyszínen dolgoztak, egészen az utómunkálatok végéig. A tűzoltóság munkája azonban nem csak a műszaki mentésekből és a tűzesetek elhárításából áll. Amellett, hogy folyamatosan képezniük kell magukat, gyakorlatoznak, még a különböző rendezvényeken is megjelennek, bemutatókat tartanak a civil lakosság számára. Amikor egy tűzoltó a tűzoltó laktanyában tartózkodik, mert éppen nincsen tűz vagy műszaki mentési feladat, olyanban az esetben sem lógatja a lábát, folyamatosan képezzük és oktatjuk a tűzoltóinkat. Ilyen képzés a keretében 4 tűzoltó szerzett alpintechnikai képesítést a celldömölki önkormányzati tűzoltóság állományából. Ez a képesítés már különböző eszközök felszerelések birtokában megfelelő háttér egy beavatkozáshoz. Az elmúlt 4 évben 6 alkalommal kaptunk riasztást a Sákhegy kráterében bajba került turistákat illetően, őket most már szakszerűen és gyorsan tudjuk adott esetben kimenteni. Az önkormányzati tűzoltóság beszámolója után az önkéntesek évértékelőjére is sor került, a szakmai és gazdasági jelentések egyaránt elhangzottak. Az ellenőrző bizottság mindkét szervezet munkáját megfelelőnek nyilvánította, pozitívan véleményezte. A beszámolók után a város tűzoltósága és az önkormányzat nevében a polgármester elismerő oklevélben részesítette Pintér Rihárd százados munkásságáért, együttműködéséért. Jó érzés minden elismerést megkapni. Én sokkal jobban örülök az ilyen elismeréseknek, amit egy önkéntes szervezettől, egy önkormányzati tűzoltóságtól, de legfőképp hogy a város polgármesterétől személyesen kapom meg. Település és környékére vonatkozó tűzvédelmi feladatok, megelőzési munkáim elismeréseként. Nagy szerencsém van nekem, mert ebben a munkában a helyi önkéntes és önkormányzati tűzoltók nagyon nagy segítséget nyújtanak. A szakmai iránymutatásoknak teljesen megfelelnek, és ezáltal a lakosság védelme vagyonainak az óvása érdekében mindent megtesznek, és hát igazából ez az elismerés ez nem csak az én személyemnek, munkásságomnak, hanem az ő munkájuknak az elismerése is.
Pintér Rihárd és Fehér László is elismerően nyilatkozott a helyi tűzoltóságok működéséről és munkásságáról. Az évértékelőn a járás különböző településeinek tűzoltóságai mellett a polgárőrség és a társszervek is képviseltették magukat. Már kora tavasszal megkezdődtek a város kültéri munkálatai, az utcák, parkok takarítása, rendezése. A feladatok elvégzését ezentúl egy új, korszerű takarítógép is segíti. Habár az idei rövid tél nem okozott túl nagy károkat, városrendezésre, takarításra így is nagy szükség van. Egy új takarítógép beszerzése már jó ideje szükségszerű volt, hiszen a város megszépülése a parkok, terek karbantartását is magában foglalja. Ez azt mondhatnám, hogy egy közel két éves folyamatnak a lezárása, hogy itt mögöttem duruzsol ez a takarító, kommunális takarítógép. Közbeszerzési eljárás keretében történt a beszerzés. A Zalaklin és a Nilfisk Ekholm közös pályázata nyert ezen a közbeszerzési eljáráson. A mögöttem látható gép ez 14,5 millió forint plusz áfa összegbe került. A takarítógép munkába állításának már is tapasztalható eredménye. A Szentháromság tér kövezete megtisztult, az elszórt cigarettacsikkek és egyéb hulladékok eltűntek. Mint azt Bakó István, a városgondnokság igazgatója elmondta, a takarítógép munkájához szükséges összes adaptert beszerezték, így az nem csak szezonálisan, hanem egész évben működni fog. Téli üzemmódban egy 130 centis tolólapja van, ami jobbra-balra forgatható, illetve édesítőanyag szórója. Így igazából a járdák, parkok hóeltakarításában és sikosságmentesítésében fog ez a gép szerepet vállalni. Azon kívül takarítógép, tehát van egy porcivó része, ez gépi és kézi, jelen pillanatban a gépi működik, ez három tárcsa, ebből a jobb oldali tárcsa az mozgatható, illetve van egy porcivó része. Ennek is ugyanúgy a fügyütőnek előnye, hogy nem földre burítja az összegyűjtött akár fűvet, akár szemetet, hanem olyan magasságba emeli a tartályt, hogy az közvetlenül egy konténerbe burítja, ami könnyen szállítható és mozgatható. És akkor már elárultam, a harmadik funkciója az pedig egy fügyütő, 115 cm szélesen tud nyírni, akár össze is gyűjti fügyütőtartályba, de képes arra, hogy el is terítse, elszórja a füvet. Ez attól a terület jellegétől függ, hogy melyik technológiát választjuk, amit éppen nyírunk. Na most igazából ez egy Park Ranger nevű gép, ami a nevében is benne van, hogy parkőr, tehát a parkok karbantartására, tisztítására alkalmas, de mi a közutak magaspatkás részeinek a tisztítására is használjuk a gépet. A takarítógép hatékonyságát jól mutatja például a gép darázsdereka, amelyel könnyedén tud fordulni, így a legkisebb helyeken is egyszerűen elnavigálható. A géptől látványos és eredményes munkát remélnek, melyen megszépül a városkép, és kellemes környezetet biztosít a lakók számára. Kalausz című műsorával Celldömökre látogatott a Muravidéki Magyar Rádió. Egy félórás élőbeszélgetés keretében mutatták be a várost, kiemelve a legfontosabb turisztikai látványosságokat, lehetőségeket. A Szlovéniában működő magyar nyelvű rádió egy uniós pályázatból megvalósuló turizmus és média projekt keretében látogat muravidéki, zalai és vasi városokat, nevezetességeket, hogy bemutathassák a rádióhallgatók számára. Április 24-én délelőtt Celldömökről a Városházából közvetítettek élőadást. A beszélgetésben részt vett Fehér László polgármester, Heinrich Máté, a Jufa Ungarn Kft. Marketing és értékesítési igazgatója, és Grünwald Stefánia, a Vulkán Park igazgatója. Ez egy turizmus és média projekt, ami hát lassan két éve indult el, és a cél az volt, hogy fölkeressük Vas megye, Zala megye, és természetesen Muravidék fontosabb településeit, városait. Ha Vas megyéről akarok beszélni, mert az én asztalom azért Vas megye, akkor itt mindenképpen az volt a cél, hogy olyan településekre jussunk el, ami talán kevésbé ismert az emberek számára, hogy egy picit felfuttassuk, turisztikailag egy picit beinduljon a dolog. Azt látom, hogy egészen szépen alakul a város, fejlődik, jó a jelene, ami azt vetíti előre, hogy valószínű egy nagyon szép jövő elé néz. 12 ezer fő, azt hiszem, hogy elegendő ahhoz, hogy egy város megmaradjon és szépen tudjon fejlődni is. Ami pedig magát Vas megyét és ezt a projektet
illeti 44 településre fogunk eljutni, ez egészen az év végéig fut ki, tehát úgy terveztük, hogy december 31-ével ez a projekt lefut, és bízom benne, hogy ez a 44 település megmutatja azt, hogy milyen maga ez a megye, tehát Vas megye. A félórás turisztikai műsorban a résztvevők felelevenítették Celldömök több száz éves múltját, a város rövid történetét. Ezután sorra vették a főbb nevezetességeket, turisztikai látványosságokat, többek között az új szállodát, a vulkánfürdőt, a vulkánparkot és a Sághegyet, valamint annak jellegzetes borvidékét. Az az igazság, hogy ezt a beszélgetést nagyon sokan hallgatják, ez mindig élőben megy, viszont fölkerül a honlapunkra, illetve a Facebook oldalunkon is elérhető. Nagyon sok olyan visszajelzés érkezik például hozzászólásban, SMS-ben, hogy de jó, hogy hallottunk erről, nem tudtuk, hogy létezik ilyen település, és szívesen megnéznénk. Tehát, hogyha azt elértem, hogy egy beszélgetés után legalább két ember eljön és megnézi azt a falut, azt a várost, akkor azt hiszem, hogy nem volt eredménytelen a munkánk. A Kalauz a megye több városában készített már műsort, közvetítettek például Kőszegről, Sárváról és Szentgotthárdról is. A kulturális program kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy a Szlovéniában élő magyarokhoz is eljuthasson Celldömök híre, megismerkedhessenek jellegzetességeivel, és esetleg kedvet kapjanak a város meglátogatásához is. Banyó Gyula emlékkiállítás nyílt a KMKK galériájában. A 70 képből álló tárlat április 25-től június 7-ig áll nyitva az érdeklődők előtt. Banyó Gyula 70. születésnapjának alkalmából rendeztek emlékkiállítást alkotásaiból. A tárlat a 70 év 70 kép címet viseli, és a tavaly elhunyt festőművész tanár egész életpályájában nyújt betekintést. A kiállítás nyitó beszédét Banyó Gyula egykori kollégájaként Sipos Tibor iskolaigazgató mondta el. Szomorú, de boldog ünnep ez a mai. A szomorúságát az adja, hogy a művész úr kollégánk már nem lehet velünk. Az örömet pedig az, hogy ilyen sok ember itt van, és az, hogy ilyen hatalmas képanyaggal, egy hatalmas életpálya végén, amely mondjuk azt, hogy csak párhuzamosan futott azzal, ami talán fontosabb volt, a szakmai munka, amellett volt, és ilyen hatalmas értéke van az egésznek, és ez nem csak anyagi, hanem erkölcsi értelemben. Én nagyon nagy megtiszteltetésnek tartottam, hogy a család megkért arra, hogy ezt a mai kiállítást nyissam meg. Nem volt egyszerű feladat, de abból a szempontból, hogy a tanár úr közel állt hozzám, és nagyon kedveltem őt, úgy gondolom, ilyen szempontból könnyű feladatom volt, hiszen nagyon szívesen beszélek róla az őt nem ismerő embereknek. Mint kollégát nagyon-nagyon megbecsültük, nagyon becsültük őt, ugye a gyakorlati oktatás vezetőként vezetői feladatokat látott el korábban, és hát egészen az utolsó pillanatig felnéztek rá nagyon sokan. Szerintem van látnivaló a családnak, Ákosnak, a gyerekeknek, illetve a feleségnek is. Jólinak is szeretnék gratulálni, mert nagyon szépen berendezték a galériát. Úgyhogy remélem, hogy sokan fognak eljönni, és akik ismerték őt, és esetleg most a tévéből értesülnek arról, hogy van ez a kiállítás, ők megtisztelik a jelenlétükkel majd a későbbiekben a kiállítást. A megnyitón az Ádám Jenő Zeneiskola növendékei és diákjai zenéltek. Az eseményen részt vett Banyó Gyula családja, akik nagy büszkeséggel válogatták össze a tanár úr képeit a tárlatra. A kiállítás megvalósulásáért a művész fia, Banyó Ákos mondott köszönetet. Édesapám ezt a jubileumi kiállítást már évekkel ezelőtt megálmodta, mi ezt megvalósítottuk. Ez a 70 kép összeállítása nagy kihívás elé állított minket, addig, amíg nem kutattuk fel az összes családi erekét, és megtaláltunk több mint 100-120 képet. És itt igazából itt az volt nehéz, tehát hogy a 120 képből 70 képet, tehát a rá jellemző képeket kiválasztani. Édesapám többnyire olajjal dolgozott kezdetben, faroslemezre, aztán vászlóra festett, mellette kipróbált más technikákat is, sejem festéssel foglalkozott rövid ideig. Most belekezdett az akril festészetbe. Az utóbbi években, tehát a legfrissebb 2011-től 2013-ig többnyire akril és vegyes technikákkal foglalkozott. Banyó Gyula élete során többféle stílusban és számos eszközzel alkotott, így a kiállítás darabjai színes, komplex szárlatot nyújtanak. A megnyitón hatalmas volt az érdeklődés, a galéria terme színültig telt nézelődőkkel. A kiállítás június 7-ig fogadja majd a látogatókat.
A karácsonyi kezdeményezés mintájára húsvéti adománygyűjtő akciót hirdetett a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület. A főleg tartós élelmiszerekből, tisztítószerekből és játékokból álló csomagokat április 19-én juttatták el a rászorulóknak az Egyesület tagjai és a város képviselői. Sok családban a nélkülözés jegyében teltek a húsvéti ünnepek. A nehéz körülmények között élőkön a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület adománygyűjtéssel kíván segíteni, melyet már hetekkel az ünnep előtt meghirdettek a lakosság körében. A program karácsony idején évek óta hagyomány, idén először pedig húsvétkor is megszervezte az akciót a civil szervezet. Az Egyesületnek a tagjai vetették fel, hogy karácsonykor most már jó pár éven keresztül a Cselekvő Összefogás Celldömölkért Egyesületnek a tagjai, illetve hát a aktivisták, illetve hát a hirdetés alapján nagyon sokan bejönnek. Ezt meg kéne húsvétkor is próbálni, hiszen ez is egy ugyanolyan nagy ünnep, ugyanolyan több napon keresztül az emberek otthon vannak, és hát ugyanúgy vannak rászorult emberek. Úgyhogy hát ugyanúgy a felhívást közé tettük a Kemenesai újságba, illetve a tévébe, és hát nagyon sokan jöttek, hoztak tartós élelmiszert, játékokat, és úgy gondolom, hogy körülbelül egy olyan 20 családhoz el fogunk tudni jutni, és biztos, hogy ezt értékelni fogják azok, akikhez ezt elvisszük, és bizony benne, hogy ugyanennek a folytatás azért karácsonykor is meg lesz. Többféle élelmiszer, így liszt, tészta, cukor, valamint étolaj és csokoládé is került a zacskókba. Volt, aki a gyerekekre is gondolt, és plüssállatokkal vagy egyéb játékokkal érkezett a művelődési központ recepciójára, ahol április 18-án és 19-én lehetett leadni az adományokat. Úgy gondoltuk a családdal és a barátaimmal, hogy így húsvét táján mégiscsak rengeteg, sok rászoruló ember van Celldömölkön, és így összegyűjtjük játékokat, esetleg élelmiszert, amit találunk otthon, és akkor így ezzel is segítjük a celldömölki rászorulókat. Én ugye nem élek itthon, de édesanyám, amikor tud segít a celldömölkieknek, én Budapesten szoktam, hogyha van ilyen kampányszerű rendezvény, akkor oda plüssátokkal, vagy éppen valami kis édességgel szoktam elsősorban a gyerekeknek segíteni. A hagyományteremtő jelleggel elindított kezdeményezés sikeresnek mondható. A Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület 20 celldömölki család húsvétját tudta szebbé tenni a lakossági felajánlásokból összegyűjtött adományokkal. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. A hagyományokhoz híven a katolikus, a református és az evangélikus egyház vezetői is ünnepi misét, istentiszteletet mutattak be húsvét vasárnap is. A húsvéti ünnepkörrel Krisztus kereszthalálára és feltámadására emlékeznek a keresztény egyházak. A 40 napos bőjt a katolikusoknál hanvazó szerdával veszi kezdetét, melynek célja húsvét ünneplésének előkészítése. Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepét ünnepeljük húsvét vasárnap, és hát azért a legfontosabb, mert mondhatnám ez az egyik legnagyobb csoda, ami megtörténhetett, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és ezzel tulajdonképpen ő hát mindent igazolt, amit addig tett, és ezzel bebizonyította azt, hogy van élet az élet után. Ő húsvét vasárnap föltámadt, utána megjelent a tanítványoknak, számtalan módon bebizonyította azt, hogy ő él, és erre emlékezünk mindannyian. Nagy szombaton a katolikus kegytemplomban az ünnepi szentmise tűzszenteléssel vette kezdetét. Az arról meggyújtott húsvéti gyertya az új élet jelképe, mondta Kirner Antal Zoltán a prédikációjában, hangsúlyozva, hogy a feltámadással reményt és értelmet kap az emberi élet. Az esti szertartás és szentmise végén húsvéti körmenetet tartottak, hirdetve, hogy Jézus feltámadt. Húsvét vasárnap az evangélikusok is Krisztus feltámadását ünnepelték. Evangélikus egyházunkban a húsvéti ünnepkör virágvasárnappal kezdődik. A nagy hét eseményeit végig kísérjük, és természetesen húsvét ünnepe a legnagyobb ünnepünk. Gyülekezetünkben már hagyomány, hogy a gyülekezet fiatalsága minden évben egy passiójátékkal készül, amit
ebben az esztendőben Székesfehérváron is, annak környékén is előadtak a fiatalok, nagy héten, hétfő, kedden és szerdán, és természetesen nagy csütörtökön, illetve nagy pénteken az ünnepi istentiszteleteken emlékeztünk meg Jézus Krisztus szenvedés történetéről, az úrvacsora szerzéséről, és a passiójátékkal ezt meg is elevenítettük, hogy egy kicsit jobban átélhető, jobban magunkénak érezhető legyen Jézus Krisztus szenvedés története. Húsvét ünnepén pedig a feltámadást ünnepeltük örömmel. A reformátusok körében olyan szokások alakultak ki, melyek nyomai sok gyülekezetben ma is fellelhetők. Például a nagypénteki gyász szokása, amikor fekete terítővel borították le az úrasztalát, és a gyülekezeti tagok a gyász színét öltötték magukra. A reformátusoknál az idei ünnepet ténylegesen beárnyékolta a gyász. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyrészt szomorúan teltek ezek a napok, másrészt viszont nagy örömben ünnepelhettünk. A szomorúságnak sajnos az adott okot, a szomorúságra, hogy el kellett búcsúznunk Nádasdy Lajosnak, tiszteleti úrtól, aki 4 hosszabb, rövidebb időszakban is a gyülekezet lelkésze volt. Itt Szerdömölkön is nagyon sokan ismerik őt, hiszen a honismereti munkássága, történetírói munkássága közismert. Úgyhogy sajnos ez a gyász azért beárnyékolta a mi húsvét ünneplésünket. Ugyanakkor, mint keresztény gyülekezet, természetesen nagy örömben zajlott le ez az istentisztelet. A gyülekezet énekkara is szolgált, ilyenkor mindig vidám húsvéti keresztény énekeket szoktunk énekelni. A húsvét utáni 50. napon ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását, azaz pünkösd napját. A húsvéthoz hasonlóan változó időpontú ünnep idén június 8-án és 9-én lesz. Sorozatban 5-5-ször hódította el a celdömölki VSS Vitelszky Vevalka férfi asztali tenisz csapata hazai legmagasabb osztály, az Extraliga bajnoki címét. A szezon utolsó Budaörs elleni bajnoki mérkőzése után hazai pályán az alsósági sportcsarnokban került sor az aranyérmek ünnepélyes átadására. A bajnoki cím sorsa már a Pécs elleni mérkőzésen eldőlt. Így a Budaörs elleni összecsapáson az volt a kérdés, hogy vajon megőrzi veretlenségét a hazai legmagasabb osztályban, az Extra Ligában a Celdömölk. Ez sikerült is, bár a 6-4-es eredmény szoros csatát sejtett. A Fazekas Péter Szita Márton alkalmi páros vereséggel nyitotta a találkozót. Az egyéni küzdelmek során viszont csak ők ketten hozták a győzelmeket. Nagy Krisztián ezen a napon mélyen tudása alatt játszott. A találkozó után került sor ünnepélyes keretek között az aranyérmek és a bajnoki serleg átadására, valamint a jól megérdemelt aranyos medálok mellé győzelmi torta is járt. Az ünneplés közben az értékelések sem maradtak el. Hála Isten, most a második fél évbe belehúztunk, és a tavalyi 5-5 után nagyon megvertük a Pécset, annak nagyon örültem, 9-1 lett, de ma is jó játszottunk, egyedül a Nagy Krisztián volt maga alatt, tehát sajnos jövőre elmegy, úgy néz ki, és helyette a fiatal Ecseki Andi jön, és hát remélem, hogy jobban fog játszani, mint a Krisz játszott tavaly. Szita Marci is elmegy sajnos, nagyon szerettem azt a fiút, nagyon jó játszott most a végén, már nagyon-nagyon jó játszott. Hát jövőre jön a Kosiba Dániel, mondom, és az Ecseki Andi, és hát nagyon jó csapat lesz, a Fazekas Péter marad. Én úgy néz ki, maradok edzőnek, remélem, hát megnyerjük. Szerintem jövőre is valószínű meg fogjuk nyerni a bajnokságot, de igazán kupán lenne jó szerepelni. Úgy értékelem az idei évet, mint a csapat részéről, hogy ugye egy igazán nagyon komoly ellenfelünk volt a Pécs, és őket végül is sikerült megvenni, főleg a visszavágó, hogy egy nagy arányú győzelemmel 9-1. Egyel a többi mérkőzésen tulajdonképpen papírforma történt, tehát végig simában nyertünk általában mindenki ellen, úgyhogy igazából jónak értékelem az Extraligában nyújtott teljesítményünket, viszont a Szuperligában nyújtott teljesítményünket viszont kiválónak értékelem, mert ott először lettünk másodikat. Nekem még ezen kívül egy 2 éves szerződésem van, tehát addig biztos, hogy itt fog maradni. És igazából az a célom, hogy jövőre is, meg azután is, meg ameddig igazából itt játszom, addig minden évben megnyerjük a bajnokságot.
86. meccsünket is be tudtuk húzni veretlenül az Extraligába, és maximálisan örülünk az első helynek, valamint annak, hogy ismét nem kaptunk ki a magyar bajnokságba. Hát mindmár az már szóbeszédként elterjedt, vagy félhivatalosan, ugye Kosiba Dánielt, fix magyar válogatott tagot, aki hajszállal maradt le a londoni olimpiáról, őt fogjuk a Nagy Krisztián helyére igazolni, valamint a Marci helyet pedig a mostani ellenfél csapatából, aki egy évvel fiatalabb, még ifjúsági korú, Ecseki Nándort, aki a magyar ranglistán ráadásul annak ellenére, hogy most kikapott, egy helyen előbbre áll, mint a Marci, és bízunk benne, hogy ez a sorozat nem szakad meg, és az ötödik után talán a hatodikat is be tudjuk hozni. Hát ugye nálunk tulajdonképpen az elvárásom vagyok, mint ugyan a csapattal is. Számomra nem volt meglepetés ez az élem, és azt gondolom, hogy sok-sok nehézség esetlen nehezítette a csapat munkáját, de örülünk annak, hogy Szvitelszki vasútechnikaként egy olyan csapatot támogatunk, aki most már tulajdonképpen 5-5-ször jutott fel a csúcsra. Mi azokat a társaságokat, csapatokat, egyesületeket, ahol vagy a támogatásunkat tulajdonképpen az utánpótlás képzést tudjuk támogatni, vagy az élsportban tudjuk a társaság nevét öregbíteni, azokon a területeken szívesen fektetünk, szívesen támogatunk. Ez igaz, természetesen Szerdömöki asztali teniszre, úgyhogy egyeztetés alatt van már az idei szerződésünk, és én bízom benne, hogy ez már segíteni fogja majd az erősítéseket, igazolásokat. A Budaörs elleni találkozóval véget ért a 2013-2014-es bajnoki szezon. A Szerdömöki VSS Vitelszki Vevalka zsinórban 5-5-ször hódította el az Extraliga bajnoki címét. A riportokban a jövőben történő, a játékos keretre vonatkozó változásokkal kapcsolatos tervek, utalások is elhangzottak. A cél viszont nem változott, továbbra is ott maradni a hazai legmagasabb osztály az Extraliga élén. Április 8-ától a Microsoft nem nyújt technikai támogatást a Windows XP felhasználóknak, valamint biztonsági frissítések sem készülnek az XP-t futtató komputerek számára. A széles körben használt számítógépes operációs rendszer ettől függetlenül továbbra is használható, de rendkívül sebezhetővé vált. Habár a Windows XP egy 2001-ben kiadott operációs rendszer, ennek ellenére a hazai felhasználóknak több mint negyede, 27%-a még mindig ezt használja számítógépén. A rendszert minden idők legsikeresebb számítógépes platformjának tartják, ami nem véletlen. Az XP egy könnyen kezelhető, egyszerű és jól átlátható felületet biztosított felhasználóinak, viszont egy 13 évvel ezelőtti rendszerhez lett kitalálva. A számítástechnika azóta annyit fejlődött, hogy számos program már el sem fut rajta, így az operációs rendszer elavulttá vált. A Microsoft azzal, hogy megszüntette az XP támogatottságát, vételenné tette az új vírusokkal szemben. Ezentúl az ilyen jellegű hibákat már nem lehet javítani. A biztonsági sebezhetőség pedig nem csak a programokra és a fájlokra vonatkozik, de a böngészést is veszélyezteti, így például a netbankolás is kockázatossá válhat. A Microsoft lassan egy éve bejelentette a hírt, és többek között a Windows operációs rendszereire, például a Windows 8-ra való átállásra buzdítja a felhasználókat. Az operációs rendszer, amellett, hogy megtartotta a Windows 7-re jellemző gyorsaságot, megbízhatóságot és magasfokú biztonságot, már táblagépekre és egyéb érintőképernyős eszközökre is elérhető. Az XP felhasználók többsége mégis ragaszkodik a rendszerhez, mivel megszokták annak alkalmazásait, másrészt költségesnek tartják a migrációt. A Microsoft számos szoftverfrissítési ajánlattal és egyedi laptop vásárlási akciókkal próbálja megkönnyíteni a dolgokat. Aki nem akar fizetni az átállásért, annak is van lehetősége, a Linux operációs rendszerei továbbra is ingyenesen elérhetők. Az átállásnak azonban számos előnyét élvezhetik majd a felhasználók. Ezek között szerepel az új eszközökkel való kompatibilitás, a gyorsabb működés és a jobb adatbiztonság. Az XP mellett az Office 2003 támogatottsága is megszűnt, használóinak az Office 365 rendszerre való átállást javasolják.
Az Urayújfalu együttesét látta vendégül a megyei első osztályú bajnokság 23. fordulójában a Celdömölki VSE labdarúgó csapata. A találkozó már az első 45 perc után eldőlt a hazaiak javára. A papírforma hazai sikert ígért, ezt hamar igazolta is a Celdömölk. A félidő közepén rezdült meg először a vendégek hálója, aztán negyed órán belül még kétszer indulhattak középkezdéshez az Urayújfalu játékosai. A celiek a játék minden elemében felülmúlták a vendégeket. 3-0-ás hazai vezetéssel fordultak 45 perc után a csapatok. A CVS-e kissé kényelmesen kezdte a második játékrészt, így sikerült szépíteni a vendégeknek az 52. percben. Ez felébresztette Hegyi László vezetőedző legénységét, akik még két góllal fölényessé tették a győzelmet. Celdömölki VS-e, Urayújfalu SE 5-1. A hazai gólszerzők Baranyai Zsolt, Györkös Gábor Béla, Manganelli Zsolt, Németh József és Boda Péter. Győzelmével a Celdömölk a 23. forduló után őrizte 9 pontos előnyét a 4. Jánosháza előtt. A Body Contour alakformáló stúdió a legújabb technológiákkal és edzésprogramokkal várja a szépülni vágyókat. A lipolézeres zsírbontás fájdalommentes és mellékhatások nélküli kezelés, mely segít megszabadulni a feleslegesen felhalmozódott zsírrétektől, amelyel alkalmanként akár 1-3 cm-es körméret csökkenés is elérhető. A hasonló alapelven működő kavitációs kezelés hosszantartó, látványos eredményt biztosít a narancsbőrrel szemben. Az ultrahangos kezelés biztonságosan bontja le a zsírszöveteket mellékhatások nélkül. Az Elfit készülék elektromos izomstimulációs technikát alkalmaz, melynek segítségével egy 20 perces edzés alatt másfél órának megfelelő mozgás 36 ezer izomösszehúzódást végez a test. Az Elfit tréning előnye, hogy egyszerre mozgat meg 10 izomcsoportot, így a vádli, comb, has, fenék, hát, mell és karizmait egyszerre feszesíti. A készülők kiváló lehetőséget biztosít mindazoknak, akiknek nincs sok idejük a mozgásra, vagy nem szeretik a konditermek zsúfolt légkörét. Segít az izületi és hátfájdalmakon, fogyaszt és feszesít. A stúdió a készülék használata mellett 20 perces személyi edzővel történő edzést is biztosít az eredményes alakformálásért. A tréningek mellett szexik a Coachöves Solarium gép, taníti UV-mentes barnítás is működik a stúdióban, amely szintén biztonságos és gyors eredményt garantál a barnulni vágyóknak. Emellett végleges szőrtelenítésre, minőségi manikűrre, géllak alkalmazására és műköröm építésre is lehetőségük van a vendégeknek. Body Contour. Szép testben épp lélek. Természetgyógyászati terápiás és diagnosztikai orvoscentrum Sárváron. Az orvoscentrum vezető orvosa dr. Szepesi Péter szakorvos, természetgyógyász és homeopata orvos, 10 éves homeopátiás orvosi praxissal és 3 éves németországi klinikai tapasztalattal szeretettel várja betegeit. Kezelési területei: gyermek és felnőtt allergia, felső és alsó légúti betegségek, emésztőszervi panaszok, fejfájás és migrén, akut és krónikus fájdalmak, nőgyógyászati problémák, terheseknél magzatfejlődést támogató program, reumatológiai betegségek, autoimmun betegségek, autisztikus zavarok, rákbetegek immunrendszeri háttértámogatása, lelki problémák és betegségek homeopszichológiai kezelése. Szeretettel várjuk gyógyulni kívánó betegeinket Sárváron a Kassa utca 6-os szám alatt. Just give me one night in Ibiza.
Hírmagazinunk véget ért, megköszönöm figyelmüket. Adásunkat a nap folyamán többször megismételjük. A TVC műsorairól továbbra is képújságunk oldalain, illetve a képernyő alján futó információs csíkról értesülhetnek. Internetes honlapunkon a műsorrendünk mellett korábbi hírmagazinjainkat is megtekinthetik kedves nézőink. A viszontlátásra!